A pandémiás helyzet miatt jelenleg zárva van a Csokonai Könyvtár, de a szakemberek eközben háttérmunkát végeznek, és elindult a lakossági könyvkölcsönzés is. A részletekről Fülöp Ilona csoportvezető könyvtárost kérdeztük. Előzetes bejelentés alapján a könyvek címeit, szerzőit egyeztetve összekészítik a könyvcsomagot az olvasóknak, és a bejáratnál lévő kis ablakon át odaadják, vagy visszaveszik a kint lévőket. Tavasszal gondot okozott nekünk az, hogy nem tudtak az olvasók olvasnivalóhoz jutni, és most az újabb bezárás miatt úgy gondoltuk, hogy szeretnénk egy kicsit kedvezni az olvasóknak. Előzetes bejelentés alapján és könyvek és szerzők egyeztetése után összekészítjük a könyvcsomagokat az olvasók részére, és a bejáratnál lévő kis ablakon visszavesszük a kint lévő könyveket, és amit szeretne kölcsönözni, azt odaadjuk az olvasóknak. A Dériné Facebook oldalán segítségként megtalálható a könyvtár online katalógusa. Ott lehet válogatni, de e-mailben és telefonon is segítenek az olvasóknak. Telefonszám és e-mail cím rendelkezésére áll az olvasóknak a bejelentkezéshez és az egyeztetéshez, és a intézmény honlapján lévő online katalógusból tudják megnézni, hogy milyen könyvek találhatók meg a könyvtárban. A könyvtárközi kölcsönzés nem megy, de a szakdolgozatra készülő diákok az itt található szakirodalmat, szakkönyveket kölcsönözhetik. Most a könyvtárközi kölcsönzés az nem működik emiatt a járványügyi helyzet miatt, de hogyha az előzetesen e-mailbe vagy telefonon jelzi, hogy mit szeretne az olvasó az iskolai vagy szakdolgozatához témakörben kölcsönözni, akkor mi megpróbáljuk a saját állományunkból összekészíteni és a rendelkezésére bocsátani. Egy olvasó 8 könyvet vihet, és a visszahozott könyvek átvétel után dobozba kerülnek egy hétre a pincébe, majd onnan vissza a polcokra. Általában tartjuk magunkat a 8 darabos példányszámú kölcsönzésekhez, nagyon kirívó esetben egy szakdolgozathoz, vagy olyan témához megpróbálunk alkalmazkodni, hogy esetleg több könyvet kiadunk az olvasó részére. Keresettek a regények, a krimik, szerelmes regények, történelmi könyvek, főleg nyugdíjasok kölcsönöznek, de a gyermekek szülői felügyelettel is megtehetik ugyanezt. A könyvtár nyitvatartása is változott, érdemes figyelni erre kölcsönzéskor.